Illés Pál vagyok, az Illés Borháznak a tulajdonosa, az egyik tulajdonosa, és ez egy családi vállalkozás. A család erejéből készült borászat, itt Tolna megyében Kisdorogon, saját lelkesedésünkből, ambíciómból hoztuk létre ezt a kis üzemet. 2013-ban vásároltuk meg a birtokot, ez egy egybefüggő 32 hektáros birtok, amiben azt fogott meg, hogy egy egybefüggő terület és egy olyan kis varázslatos környezetet tudunk biztosítani az álmainknak, amely méltán híres egy szexuális borászat területének. Talán egyszer felüljük azokat az erényeket, paramétereket, amelyek ők tudnak már nyújtani a kóstolók részére. Tehát széles a választékunk, akiken emelném, és akarunk egy jó fröccsöt inni, akkor az ő vetelint ajánlom. Ha akarunk egy testes fehéret inni, akkor a 20-as sárdonyt ajánlom. Ha akarunk egy rozé fröccsöt inni, akkor a kékfrankos rozét ajánlom. Ha akarunk egy igazán belevaló sárdonyt inni, akkor ajánlanám a 19-es sárdonyinkat, hiszen erről már nemzetközi bírálat is azt mondja, hogy asztalra való, és hogy akarunk egy különlegességet inni, az pedig a Pinot Regina. Úgyhogy melyik egészségükre látogassanak meg. Tehát a start az nagyon jól sikerült. Én azt gondolom, hogy magasra raktuk a lécet vele. Sajnos az ezt követő pandémia és a háborús helyzet annyira nem okozott túl nagy lehetőséget semmilyen borászat részére. Mind új borászat, nekünk különösen nehéz, mert ekkora handicapből indulni szinte dicséretes, hogy mégis talpon vagyunk. Ez az egész technológia a reduktivitásról szól, hiszen ha megnézzük a technológiát, ez például egy fehérboros eresztési technológia. A másik oldalon látható, ez a vörösboros technológiát mutatja, látható egyből, hogy másik ajtóval rendelkezik, ez nem a véletlen műve, ezeket az álmokat nem szabad feladni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elértük, és ezeket meg kell tartani, hiszen ha jól gondolom, akkor ez akár egy generációs beruházás is lehet, hiszen ezt nem csak maguknak, az unokáinak is építjük. Ez mind a vér olyan lesz, és már festi az ujjamat is meg már alé. Ez vérvörös lével fog rendelkezni, olyan színanyag van benne ebbe a fajtába, ez tudja az Alicante de Boucher. És a Cabernet Sauvignon pedig hozza a borszőlő tulajdonságait bele, ez azt jelenti, hogy akkor fog érni, mikor a Cabernet Sauvignon. Nagyon örülnék, hogyha eljönnének hozzánk, látogatást tennének, és meggyőződnének róla, hogy ez a borászat az igényeknek megfelelő, és hogyha legközelebb találkoznak a boltok polcán a termékeinkkel, akkor örömmel vennék le a polcról, és biztosak lehetnek abban, hogy ez a termék ezt valóban kifogástalan minőséggel rendelkezik. Az Illés Borház nem csak a helyszínt tudja biztosítani, hanem a magát a rendezvény teljes mértékben le tudja bonyolítani. A létszám, amit le tudunk ültetni, akár 100 főt is elérheti, a teljes kiszolgálása az ételtől a kávéig, a bortól az egyéb italig. Szeretettel várom mindenkit!